Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosport Ollantos Andrást hallják. A hétvégén a VTCC-vel párhuzamosan kezdetét vette a Túrautó Európa bajnokság is, más nevén az ETCC, amelyben két magyar pilóta is érdekelt volt. Az egyikük Kis Norbert, aki itt a képen már látható is a piros Alfa Romeo-val, ez az Unicorse csapat Alfa Romeo-ja, illetve volt most még egy magyar versenyző, aki most ebben a pillanatban itt ül mellettem, Nagy Norbi, az MGS Racing pilótája, aki pedig egy Szívó 2000-es, akárcsak ugye Norbi, ő is Szívó 2000-es autóval megy, tehát egy Szívó 2000-es Alfa, illetve gyorsan akartam mondani, nagyon ráálltam erre az Alfára, Chevrolet Cruze-zal indult, Alan Menü korábbi autójával. Norbi, üdvözöllek sok szeretettel itt az Eurosport stúdiójában, együtt fogjuk nézni a két futam összefoglalóját. Sevik az élen, de ezek nem olyan sevik, mint a te autód, amíg nem töri össze magát a komplet mezőny, addig gyorsan mondd el, hogy milyen a kocsi. Ez egy S2000-es Chevrolet Cruze, tehát különbözik tényleg ezektől, amik most elől mennek. Ezzel az autóval 2010-ben ment a gyári Chevrolet csapat, aztán utána még a BTCC-ben szerepelt ez az autó, illetve előző évben pedig Borkovics ment ezzel a technikával, és utána került hozzánk, és hát megpróbáltuk felújítani ezt az autót minél jobban, tehát azért egy picit lelakott autó került hozzánk, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Aztán most pedig elkezdtük gyűjteni most már az adatokat, hogy minden versenyre minél jobb beállításokkal tudjunk odaállítani. Közben nézzük itt az első néhány kört, mert hogy magyar szempontból ez elég érdekes. Téged sajnos nem látunk itt az elején majd, hiszen meg kellett bontani az autódban a motort, és emiatt a sor végéről kellett indulni. Látjuk viszont Kis Norbit, aki fantasztikusan ment a futam elején az Alfa Romeo-val. Az Unicorse csapat nagyon régóta szervizeli ezt a kocsit, egy igazi alfás csapatról van szó, és most egy olyan pilóta ülhetett be, aki, hát azt gondolom, ezt nyugodtan mondhatjuk, az egész ETCC mezőny egyik legjobb versenyzője jelenleg. Kis Norbiról van szó, korábbi Renault, Suzuki, Seat magyar bajnok, sőt, még formautóval is versenyzett, és itt látjuk azt, hogy az első körben, miközben egy megforgás Gracev, és aztán el is találja az egyik Seat, az egyik kupás Seat. Szóval ezzel az autóval rögtön itt az első tulajdonképpen egy körben, másfél körben feljött a harmadik helyre. Ez egy Szívó 2000-es Alfa Romeo, amiben Kis Norbi ül, miközben előtte turbós autók mennek. Ugye ott van Skuz, illetve Karamisev, az egyiküknél Ivan Müller korábbi autója, másikuknál Alan Menü korábbi autója, és még Homola, Mihelis Norbi korábbi BMW-jével Kis Norbi előtt. Nem semmi, amit Norbi ment itt az elején. Közben Karamisev kóstolgatja Skuzt az élen. Ez egy új szabály, közben látjuk, hogy Nagy Norbi már a 17. helyen jön, nagyon szépen sikerült az eleje. Így van, azért ott voltak forgások, amit láttunk, hogy a még egy forgás. És jön a biztonsági autó, Kralev, szóval volt hátul is zűr. Így van, és amit láthatunk az előbb is, amikor a Seat mennek ki a BMW-nek, az András Pfister volt. Igen. Úgyhogy hát ott elég necces volt nekem is, hogy nem menjek nekik, de sikerült elkerülni. Úgyhogy erről szólt az eleje, hogy gyorsan felzárkózni a mezőnyre, illetve hogy túlélni ezt az első pár kanyart, amikor sok a kiesés. Jött tehát a biztonsági autó, egy vadonatúj safety car, úgy a VTCC-ben, mint az ETCC-ben, közben már Fischer kint a boxban, korábban Hondával is versenyzett itt az EB-n, most Franz Engstler csapatához szerződött. A VTCC futamok alatt elmondtuk, hogy Engstler elméletileg mind a két versenyen indult, vagy indult volna, valójában az ETCC-ben csak a teszteken szerepelt, a futamokon már nem állt rajtoz. Na itt van a start még egyszer, hát ha látjuk, hogy helyezkedtél itt a végén, Norbi. Itt először bejöttem a Fiesták közé, aztán ott eléggé becsuktak, hogy inkább úgy gondoltam, hogy visszamaradok, aztán utána követtem az eseményeket, de így volt a jó, mert ott tényleg már az első kanyarokban is voltak olyan lögdösülések, amikben én nem akartam belemenni. Aztán így sikerült elég jól felzárkozni, és elég jó helyen zártam az első futamot, de mindjárt meglátjuk. Szokás szerint az ETCC versenyeken amolyan in medias res stílusban közvetítünk, tehát elkezdődik az adás, és már jön a rajt, úgyhogy nem nagyon volt időnk elmondani, hogy mi változott, de nagy változások történtek. Tavaly csak a Szívó 2000-es autók mehettek itt ebben a bajnokságban, Török Biter a pálya szélén. Idénre beengedték azokat az 1.6 turbós kocsikat, amik tavaly a VTCC-ben mentek. Itt látjuk egyébként Gracev esetét, és szegény Pfister ezt nem nagyon tudta elkerülni. Rendkívüli módon csúszik a pálya, próbál kifele húzni, próbál jobbra húzni a Seattal, de eltalálja Gracevet. És elég későn lépett a fékre,
a BMW, és aztán így gyurult ki, úgyhogy ez az ő hibája volt mindenképp. Skuz küzd az elemekkel és az autóval. Az a helyzet, hogy kis Norbinak nagyon jól jött, illetve ilyen szempontból azért nektek is ez az eső, mert mind a hátsó kerekes BMW-k, mind a turbós autók egy picit nehezebben vezethetők ilyen körülmények között. Ezt érzékelni lehetett a mezőnyben, hogy küzdenek a turbósok? Hát valamennyire igen, meg nekik mondjuk szerintem a rajt is egy picit nehezebb volt, meg hát a BMW-k azért, amikor leesik az eső, akkor ők nagyon sokat forognak pályán, mindig velük szokott szerintem először így a probléma lenni, ezt láthatjuk ezekben a pillanatokban is. Gracevet közben levontatják a pályáról, Fischer már a boxban. Tehát vannak 1-6 turbós autók is, továbbra is egyébként külön kategóriában versenyez minden eltérő típus, tehát van külön egy a turbósoknak kialakított géposztály, van külön egy a szívó 2000-es autóknak, ezek egyébként a 2011 előtti VTCC-s autók, ebbe mentetek ti is kis Norbival, illetve van még egy S1600-as géposztály, amiben itt csak Fiesták, 1.6-os Fiesták mentek, és továbbra is megy az a kategória, ahol te tavaly versenyeztél, a Seat Leon Európa Kupa korábbi autóinak kialakított kategória. Onnan azért a legtöbben elmentek, a bajnok Dublander például, Fister talán az egyetlen képviselő, aki tavaly is ment. Igen, illetve nagy vonzóerőt képvisel szerintem az, hogy újraindult a Seat Európa Kupa, csak az új kasznis Leonokkal, nem ezekkel. Van még egy pici időnk az újraindításig talán. Mesélj arról, hogy mennyire más a szívó 2000-es korábbi VTCC-s autót vezetni a kupás Seathoz képest. Hát nagyon nagy változás volt így a Seathoz képen mindenképp. Seathoz képest, mert ugye ez egy szekvenciális váltóval szerelt autó, a Seat pedig egy félautomata és kormányváltós autó, illetve az egy turbós technika, ez pedig egy szívó, egész máshogy kell vezetni. Rajtolni elég nehéz volt vele a Seathoz képest. Több mindent megoldotta a Seat, úgy gondolom, viszont... Érdekes, mert azt gondolnád, hogy egy turbós autóval nehezebb a rajt, a nagyobb nyomaték miatt talán. De ott viszont az elektronika segített a rajtnál. Illetve szerintem annyival jobb így a Cruise-nál az egész feelingje a menésnek, hogy tényleg ez egy vérbeli versenyautó, amit a váltó miatt is érzünk, ugye, meg azért egy sokkal könnyebb kocsiról van szó. Ugye, mindenképp egy nagyobb élmény ezekkel menni. Beszéljünk akkor a kategóriákról, amíg benne a biztonsági autót, tehát az 1-6 turbósok között megy Matyó Homola, mint megtudtuk egyébként, Matyónak kell ejteni a nevét, a szlovák srác, aki tavaly az S2000-esek között második volt, itt megy Igor Skuz, az ukrán, ővé az egyik Chevy, közben kijött a biztonsági autó, itt megy Aytac Biter, a török, ide nevezett Franz Engstler is, illetve itt van még Nikolaj Karamisev, aki tavaly 4 VTCC futamon állt rajthoz, Seattal. A két Chevy egyébként, amely kiemelkedik ebből a mezőnyből, itt látjuk pont az ő géposztályukat, Skuz és Karamisev autója, és itt van közben Norvég, egy pillanatra feltűnt a képen, ahogy zárkózik föl. Szóval ez a két autó az élen, az egyikük tavaly Ivan Müller alatt VTCC-t nyert, a másikkal korábban Alain Menu nyert futamokat. Mátyó Homola pedig Norbinak, Mielis Norbinak a régi autójával. Bizony, igen. No, itt látjuk az S2000-es géposztályt, 4 kör után kis Norbi az élen, és ahogy láttuk, nagy Norbi is zárkózott szépen föl. És akkor mindjárt megmutatják nekünk az S2000-es gép, illetve az S1600-as géposztályt. Talán íme itt is van. A korábbi bronzérmes Ulrike Kraft, egy hölgy az élen. Ez is teljesen átalakult, ez a géposztály, egészen más nevek voltak itt tavaly. Nincsen itt Krammes, aki dominálta a 2013-as évet. És végül, de nem utolsó sorban itt lesznek a Seatosok, a te korábbi kategóriád. És hát ez a szuper 1600-os kategória eléggé meg szokta nehezíteni a pilóták dolgát, mert ugye a verseny közepe felé mindig utolérjük őket, tehát lekörözzük őket, és olyankor azért nagyon meg tudja keverni a dolgokat, amikor nagy csaták közepén utolérjük őket, és hát volt már belőle több baleset is. Jöhet az újraindítás, akkor kijön a biztonsági autó, Bruno Correia kikormányozza az Alfa Romeo 4C-t, Skuz az élen, Karamisev mögötte, és kis Norbinak kell védekeznie Peter Fulinnal szemben, aki a címvédő, és ugyanazzal az autóval megy, mint tavaly, Karamisev pedig szélárnyékot fog Skuz mellett, rendkívüli módon csúszik a pálya, kis Norbi próbál Homola mellé beszúrni, Karamisev elmegy Skuznak, Norbi elfordul a harmadik helyen.
Itt jön egy másik alfa is egyébként, Filip Sladecska testvére, Samuel Sladecska ment ezzel, de nézzük az elejét, mert hogy közben Norbi már újra támadja, kis Norbi újra támadja Homolát, és meg is előzi. Homola is egy 1.6 turbós autóval megy, nagyon érezte a vizes pályát kis Norbi, és már a harmadik helyen az alfával, sőt elkezdi kóstolgatni az 1.6 turbós seviket. Egészen elképesztő, amit a magyar pilóta csinál. Az egyenesben persze nincs könnyű dolguk, és meg is állt egy pillanatra az ablaktörlő itt az egyenesben a menetszél miatt. Nem működik tökéletesen kis Norbinál, Karamisev és Skuz még egyszer. Az egyenesben nem volt esély ellenük. Persze, de sokkal erősebbek azért az 1.6 turbós autók, viszont a vizes pályán egy picit talán kiegyenlítettebbek az erőviszonyok. És megérkezik közben kis Norbi, külső éven belül próbált fordulni Karamisev. Ő az élen, Skuz most próbál visszajönni, és talán Norbi, hogyha jól helyezkedik ott a két sevi mögött, akkor a zavarosban halászva megszerezheti a vezetést is, netán erről egyelőre még csak álmodni, mert az ember két korábbi VTCC-s autó az élen, és már támadja őket kis Norbi, mintha meg is pöccintette volna Karamisevet, de az is lehet, hogy csak a kigyorsításnál csúszott meg az autó. Az ötödik körben járunk, de Norbinak hátra is kell figyelnie, mert hogy mögötte Homola helyezkedik, megcsúszik Karamisev, kis Norbi már a második helyen, és megpróbálja betenni belülre az autót, aztán inkább vált egy picit higgadtabb üzemmódra, és hagyja, hadd menjen Skuz, ráadásul az egyenesben vissza fog jönni Karamisev. Tehát itt látszik a nagyon nagy erőfölény, hogy az egyenesben, mire a végére jönnek, azért mekkora előnyt ki tudnak autózni a... Ez elképesztő. A krúzok. Itt egy két autóhoz autózott ki pillanatok alatt Karamisev. Homola, ő rá kell figyelni. Megint nagyon szélesen fordul Skuz, és Norbi bevegy mindkettejük mellé. Karamisev és Skuz egymással van elfoglalva, kis Norbi pedig megszerzi a vezetést. Körbeautózott két 1.6 turbos sevit. Mondom még egyszer, ők nagyon egymásra koncentráltak, és Karamisev már is jön vissza, sőt, jön vissza Skuz, és Skuz neki megy kis Norbinak. Valami leszakadt ott az egyik autóról. Ó, elég furán áll kis Norbi ajtaja, eltört a zsanér. Az pedig úgy elég veszélyes. Le fogja szakítani a menetszél, le is szakad. És ebben a pillanatban neki is megy Homolának. Húha! Kis Norbi autójáról leszakadt az ajtó. Számára itt véget ér a verseny, ez teljesen biztos. És Homola volt az? Homola igen, volt, igen. Aki kapott még egy nagy pofont. Homola ráment ott egy olyan csúszósabb részre, aztán beszitált neki az autó is. Fal lett a vége. Azt néztem egyébként, hogy előbb koccantak ők össze, és utána ment rá az ajtóra talán Homola. Mindjárt látunk talán egy visszajátszást. Az biztos, hogy bármennyire is menne tovább kis Norbi, ezt így nem fogják engedni. Jön a biztonsági autó, illetve ez az orvosi autó, de ezzel együtt valószínűleg a biztonsági autó is jön. Jól van, Homola rendben. Ez a legfontosabb. Viszont Norbi korábbi BMW-je, Mihalis Norbi korábbi BMW-je kapott most egy kis törődést. Ezzel így nem lehet versenyezni sajnos. Lehetett látni, hogy Skuzzal, amikor összeért, eltört a zsanér, és onnantól kezdve már csak a Szentlélek tartotta. Elég szerencsétlen megoldás van ott sajnos ezekben az alfákban. Gyönge? Maga a konstrukció? Az ajtó? Rögzítés? Hát gondolom igen, meg ahhoz képest nem kapott olyan nagy ütést. Na itt látjuk és majd. Mégis. Itt van egymással elfoglalva Karamisev, Norbi zseniálisan veszi észre, hogy belül ki tud gyorsítani mellettük. Egy pillanatra vezetett is. Itt az élen kis Norbi, hihetetlen. És aztán talán ez lett a veszte, mert hogy egyből próbálnak visszajönni majd a sevisek, hát ha látjuk. Igen, itt van, amikor Karamisev bemegy belülre, és Skuz nagyon későn indul. Össze is ért a két autó, és itt már lehet látni, hogy eltört az autó zsanérja, és lifeg. És aztán, ahogy megérkeznek a Mistral egyenesbe, és elkezdi tolni neki. És nem mennek ki Homola. Akkor leszakad az ajtó, és aztán Homola el is találja. Igen. Benne a biztonsági autó újra, kis Norbi pedig már nincs ott az élbolyban. Kiintették. Jön az újraindítás. Karamisev az élen, Skuz a második, és Fulin próbálkozik most már mögöttük. Fulint pedig Rikli kóstolgatja.
Rikli mögött pedig már egy kupás Seattal Rybakov jön. Aztán Pellinen a hatodik, és Malejev a hetedik, akit Magyarországon csak Malévnek szoktak becézni az angol átírás miatt. Rybakov benne a darálóval, Riklivel megy össze! Az viszont egy kemény ütközés volt. És ott jön Norbi, egy pillanatra kis nagy Norbit lehetett látni a Sevivel. Egész jól sikerült a felzárkózás, ahogy nézem. Igen, és hát sajnáltam is így a verseny közben, hogy így bejött a safety car, mert szerintem még jobban fel tudtam volna zárkózni. Mennyire mentél nyílen? Ugye nem elég, hogy az autót sem ismerted, de még az esős körülmények között ez egy plusz nehézség volt. Nem akartam így olyan nagyon kockázatos szituációba belemenni. Uh-huh. Próbáltam inkább kivárásra játszani, mert azért egy esős futamon várható, hogy folyamatosan vannak hibázások, és sokszor ki is tudtam ezt használni. Ezt egyébként hogy kell érteni? Közben Karamisev és Kuz ütivágja egymást még mindig. Karamisev! Ez is egy ugyanolyan, ami, tehát ezért kell kivárásra játszani, mert tényleg megtörténne. Ez kicsit elnézte az orosz. És közben szerintem Rikli autója, igen, ami még mindig itt biceg a pálya szélén, majdnem elvitte magával, ha jól látom, az Homola volt, nem Homola, már nincs versenyben. Mindegy, az egyik BMW-t majdnem elkaszálta magával. Itt van még egyszer Karamisev, és hogy elfékezi magát, ez pedig Rybakov, és összemegy Riklivel, és keresztbe is forgatják, illetve Rybakov után még talán Pellinen is kapott egy pofont. És ezért itt a pálya szélén talán a finn, korábban a Forma Abarth sorozatban ment Pellinen. A célegyenes ráfordító előtti kanyarban nagyon sokan kicsúsztak, illetve van egy nagyon gyors jobbos a pályában, és utána van egy ilyen nagyon trükkös, beszűkülő jobbos, ott is rengetegen hibáztak a verseny során. Nagy Norbit megint lehetett látni a célegyenesre ráfordító kanyarban, és nézzük is, hogy egyelőre az első 8 a képernyőn. Nem kell sokat várni már, hogy te is fölkerülj, jól emlékszem. Sladecska, a másik alfa még versenyben. Az ő testvére ment egyébként tavaly az Unicorse alfával, sajnos ez egy szerencsétlen hétvége volt, már a teszten véget ért egy baleset miatt, és Nagy Norbi a 11. helyen. És ezzel az alfával, amivel most Sladecska ment, ezzel pedig Mátyó Homola ment régebben. Uh-huh. Ezek az autók egyébként, amik itt szlovák meg cseh kézben vannak, nagyon gyakran járnak Magyarországon a Zóna Kupa kereteiben. Super 1006-ban egy kis drift mutatvány, itt 39-essel Nix, az ukrán hölgy, a Ravenol Team versenyzője. Kóstolgatják még ezt, szokják még ezt az esős pályát. És Sladecska Matejovskit kóstolgatja. Azzal, hogy bejött másodszor a biztonsági autó, megnyugodott egy kicsit a verseny. Itt van kis Norbi autója a boxban. Norbi már kint, bukós isak nélkül, Borbandi Zsolti mellette, csapatvezető. Ez egy rendkívül szerencsétlen dolog volt. Szóval visszatérve, amikor azt mondtad, hogy kivárásra autózol, ezt hogy képzelj el mondjuk az a kedves néző, aki még nem ült versenyautóban, hogy kicsit korábban fékezel, később gyorsítasz ki, tehát tudatosan visszafogod magad? Érzed, hogy lehetne gyorsabban menni, de mégsem? Hát amíg a szárazpályán próbálom kihasználni minden pici lehetőséget az előzésre, hogyha tényleg van egy autómi hely, akkor mi ezt oda betesszük. De mondjuk egy esős versenyen, hogyha mondjuk van két versenyző előttem, és azt látom, hogy gyilkolják egymást, akkor ott azért elég nagy az esély, hogy valaki hibázni fog, és akkor inkább így viszonylag kockázatmentesen tudok egy helyet feljönni, mint hogy én is bekapcsolódjak, és mondjuk mind a három a kicsúszom. Uh-huh. Kraljev a pálya szélén. Bolgár versenyzőről van szó. Sok helyen ment már. Forma 2-ben például. Közben Fulin kóstolgatja Karamisevet. Azért különleges, mert Fulin továbbra is szívó 2000-es BMW-vel megy, Karamisev viszont az 1.6 turbo Chevy-vel. Fulin a tavalyi bajnok egyébként. Hát, hogy egyébként Karamisev autója picit megsérült, amikor párszor összeértek, mert nem nagyon tudja tartani a lépést Kuzzal. Fulin viszont kőkeményen támadja esőben egy hátsó kerekes szívó BMW-vel. És mindketten belekóstoltak már a VTCC-be, Karamisev is és Fulin is. Petr Fulin volt az, aki Marrakesben átadta a motorját John Filippinek, aki egész évre nevezett. Ő meg ugye azon az egy hétvégén indult, Filippi autójában elszállt a motor, Fulin pedig odaadta a sajátját. Cserébe a Campos Racing megígérte, hogy a Szlovákia ringen Fulin indulhat a VTCC-ben. Ami viszont elég előnyös neki, mert az ugye hazai pálya. Igen, igen.
Sladecska. Kicsit beragadt a kupás Seat mögé. Malejev előtte. Malejev is járt már Magyarországon sokszor. Sladecska most belső ívre megy, és ez így nagyon sima. Malejev le is csúszott az ívről. És Matejovszki már Malejev mögött. Hát, ha látunk mindjárt Nagy Norbiról is egy felvételt, itt Sladecska, álljék mögött Sladecska, keresztbe áll, és Malejev meg leköveti. Ugye driftben van ez a műfaj, és itt jön Nagy Norbi, elmegy most Malejev mellett. Ez is egy tipikusan olyan kanyar volt, ahol folyamatosan elmentek egyenesen. És nekem meglepő volt az, hogy a célegyenes végén viszont nem nagyon hibáztok. Pellinen, Fulin mellett kívül a kupás Seattal. Úgy írták ki a szabályt, hogy csak a régi kupás Seatokkal lehet versenyezni az ETCC-ben, az újakkal nem. Nektek egyébként az MGS Racinggel egyértelműen az ETCC a jövőre is a terv? Tehát benneteket ez az új Seat kupa nem izgat? Nem, mi erre most tehát úgy gondoltuk, hogy a Cruise-t megpróbáljuk minél jobban felépíteni, illetve nem csak a túrautózás világában vagyunk jelen, hanem go-kart, rally, több lábon állunk. Ugye te tavaly az Engő Junior tímmel mentél, ők átmentek a Seat Európa kupába, ezért volt aktuális a kérdés, de az MGS akkor a hosszabb távú jövőt is az ETCC-ben meg, hát nyilván egyértelmű, hogy valamikor majd talán, ha úgy alakulnak a dolgok, akkor a VTCC-ben képzeli el. Így van, hát az szerintem mindenkinek, aki így az ETCC-ben megy, mindenkinek a VTCC az álma. Illetve hát itt innen már csak egy lépcsőfok. Ha nem is kicsi lépcsőfok, de mindenképpen. Igen. Ráadásul tudjuk, hogy az ETCC-t valamilyen formában meg akarja reformálni az FIA. Pont Valenciában tudtam beszélgetni François Ribeiroval elég hosszasan erről a kérdésről. Ő az Eurosport Events egyik vezetője. Az Eurosport Events szervezi egyébként magát, az ETCC-t is. Azt mondta, hogy egy 2 literes turbós kategóriát akarnak létrehozni a VTCC alatt, amelyben körülbelül olyan 300 000 eurós összköltségvetéssel lehetne versenyezni. Mindezt kimondom, Karamisev észhez tért, nincs azzal az autóval semmi baj, és megint kóstolgatja Skuszt. És itt megy belőle Karamisev. Hát Skuz nem nagyon védekezett. Karamisev alatt majdnem keresztbe állt az autó, de megfogja. Skuz próbál még mellé gyűrközni, és itt belül van, Skuz szépen csinálta. Kis házi versenyt csinálnak itt az egész hétvége során, két Skuzzal. De legyünk őszinték, nagy esély van rá, hogy az egész évben ezt fogják csinálni ők ketten. Tehát ez a két autó úgy kilóg a mezőnyből, nem nagyon tudja vele senki fölvenni a versenyt. Volt is egyébként panasz a hétvége során, hogy büntetni kéne súlyokkal a Seviket. Igen, ugye volt olyan év is, amikor engedték menni a régi dízel Seatokat is, és aztán őket nem is engedték tovább, mert akkora előnyük volt, hogy akárki mellett elmentek az egyenesben. Gyakorlatilag Fernando Monet 2 éve úgy lett bajnok, hogy agyonverte a teljes mezőny, dögunalmasak voltak az első helyért folyó meccsek. Igen. Senkinek nem volt esélye vele szemben. Voltak olyan hangok a tél során, hogy az 1-6 turbós Sevit sem kéne beengedni, végül mégis engedték. Matejovszki még mindig. Pellinen pedig szépen tartja magát Fulin mögött. És az is érdekes, hogy Fulin sem nagyon szakad le az 1-6 turbós autóktól. Ő is nagyon-nagyon gyors ezekkel az S2000-es autókkal is. Meg ő ismeri is jól az autóját. Az elmúlt 2 évben ezzel a BMW-vel ment. Itt az 1-6 turbós összetett. Mondom még egyszer, hivatalosan nincs abszolút értékelés. Csak külön-külön a kategóriákat értékelik. Teszem azt, te mondjuk megnyered az abszolútot, akkor a pontjaid, a pontjaid az S2000-es pont számba számítanak bele. Itt az első 4, ők nagyon megléptek. És mögöttük Sladecska. Sladecska mögött még Rikli, hihetetlen, hogy az autó túlélte. Matejovszki és Guger, ő is egy hölgyversenyző. És volt olyan, hogy gyorsabb is tudok lenni, mint Rikli.
Norbi pedig már a 9. helyen, 29-ről. Így van. Az nagyon rendben van. Motort egyébként ugye nem kellett cserélni az autóban, csak bele kellett nézni. Így van, sajnos szét kellett szedni, és hát szét kellett vágni rajta egy blombát, ami azt eredményezte, hogy 10 helyes rajtbüntetést kaptam. Hát ugyanolyan büntetést kaptam, mint hogyha motort cseréltünk volna az autóban. Őt nem zavarja, hogy vizes a pálya, nem zavarja, hogy drága az autó alatta. Karamisev mellé megpróbálja kívülre beengedni az autót, és Fuli rendkívül okos, próbál ott a zavarosban halászni. Pellinen a negyedik, ő is jól megy egyébként a kupás Seattal. Igen, és nagyon sok... De jól csinálja ezt Fulin, külső évre megy a BMW-vel, de okosan kitereli őt, talán egy picit agresszívebben, mint kéne, Skuz, nem nagyon hagyott neki helyet. Sok látványos harcot láthatunk ezen a pályán, mert ez tipikusan egy olyan pálya, ahol több ideális ív van, és akár több kanyar erejéig is tudnak egymás mellett menni a versenyzők. Mit gondoltál erről az esetről itt Fulin és Skuz között? Belefér? Hát, hogyha megcsúszott a Skuz, akkor szerintem talán belefér. Nem láttam pontosan, hogy történt. Yes. Mondjuk egy esős versenyen talán engedékenyebbek a bírók. Sokkal inkább elhiszik azt, hogy hibáztál, és nem... Igen. Mert a alapszabály, hogy terelheted kifele az ellenfeled, de a pályáról nem terelheted le. Igen. Tehát helyet kell hagyni magad mellett. Viszont, hogyha négy kerékkel csúszol, akkor meg nem tudsz mit csinálni. Utolsó kör. Ahogy arra számítani lehetett, a 2.1.6 turbó Chevy az élen, de nem dominálnak annyira, mint arra vártunk, hogy vártak sokan. Fulin gyönyörűen tartja a harmadik helyet a Sivo 2000-es BMW-vel. Nem tudom, érdeklődtetek-e ott a boxban, hogy mennyi lehet a különbség az 1.6 turbó Chevy és a Sivo BMW között teljesítményben, vagy mondjuk az 1.6 turbó Chevy és a te 2 literes Chevy között. Inkább időeredményekben láttunk különbséget, olyan 3-4 másodperc volt, hogyha megnézzük a VTCC-s 2010-es időket és a 11-es időket, ezért volt nekem ez elég meglepő, hogy ennyire tudta tartani őket. De rossz helyre érkezett a Fiesta, Nix kisasszony az autóban, és Pelli nem próbálja ezt kihasználni, nem tudja, Skuz az, aki pórul járt. Itt van az, amiről beszéltem, hogy amikor utolérje a mezőny a Fiesztákat, akkor azért ott szokott menni probléma elég sűrűn. És Skuz majdnem egy másodpercre lemaradt. Karamisev innentől kezdve csak magára számíthat, meg ő az, aki ezt elronthatja. Skuz ott annál a lekörözésnél kapott legalább 5-6 tizedet. Jön a cél egyenesbe, Nikolaj Karamisev. Ajj, és Skuz még elmegy egyenesen, az utolsó kanyart nem tudja bevenni. Fulin megelőzi a végén. Lehet, hogy egy kicsit legördült nála a redőny? Attól a lekörözéstől? Lehet, hogy lehetséges, hogy egy kicsit ideges lett így a végére. De az biztos, hogy elrontja az utolsó kanyart Skuz, és ezzel fölengedi a második helyre Fulint. A pontok tekintetében ez egyébként nem jelent változást.